Tisztelt partnereink, kedves nézőink! Sok szeretettel üdvözöljük Önöket a KITE ZRT virtuális szántóföldi bemutató sorozatának újabb állomásán. Hagyományosan a KITE két nagy szántóföldi bemutatót szokott tartani, egyet nyár elején, egy másikat pedig az ősz elején, igazodva a különböző kultúrákhoz. A mai napon a kukorica lesz a fő témánk, melyen Hadászi László, az Innovációs Főigazgatóság vezetője, illetve személyem Balogh Viktor, a KITE ZRT marketing igazgatója szeretné végigkalózolni Önöket. Úgy gondolom, kezdjünk is bele. Laci, milyen hatások érték a kukoricát idén? Mit lehet elmondani ennek a kultúrának a jellegzetességeiről az idei évben? Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is minden kedves résztvevőt a KITE harmadik virtuális szántóföldi bemutatóján. Az év folyamán már két virtuális szántóföldi bemutatót tartottunk, nevezetesen a kalászosok és a repce korszerű technológiai elemeit ismertettük meg a résztvevőkkel. Ezen kívül még 7 különböző úgynevezett virtuális hatásszemlén vehettek részt velünk együtt, ahol a KITE különböző digitális fejlesztéseinek a bemutatóját tartottuk meg az év eddig eltelt időszakában. Arra készültünk, hogy az ősz elejé bemutatóinkon már személyesen találkozhatunk. Sajnos ez nem így alakult, úgyhogy mondhatjuk most már úgy, hogy a hagyományos csatornákon tudunk bemutatót tartani Önöknek. 2020 nem volt egy egyszerű év, ugyanúgy rengeteg kihívás érte a mezőgazdasági termelőket. Gondoljuk csak bele, hogy indult a idei év egy hihetetlen nagy szárassággal, aszállyal, gyakorlatilag a tavaszi vetési növényeket porba vetettük. Ez a kezdeti időszak fejlődésén igencsak meglátott. Nagyon sok helyen találkoztunk heterogén növényállományokkal, a kelés nem volt egyöntetű, nem volt homogén. Majd eljött egy nagyon esős periódus, ami azt jellemezte, hogy hirtelen lezúduló csapadékok formájában néhány perc alatt akár 50-60 mm, de egyes helyeken, egyes körzetekben akár 100 mm vagy 100 mm-t meghaladó csapadék érkezett néhány perc alatt. Közben a napi hőmérsékletek úgy alakultak, hogy a hőmérséklet különbség elérte a 20 Celsius fokot, bizonyos napokon akár 25 Celsius fok is volt a kora hajnali órák hőmérséklete és a kora délutáni órák hőmérséklete között. Ez egy rendkívül erős stressz helyzetnek tette ki a kukorica állományokat is. Ugyanakkor a hőségnapok száma sem volt kevés az idei évben, így elég nehéz évjárat alakult ki, úgy gondoljuk, mindennek meg kellett felelni mind a termelőnek, mind a növénynek. Az elkövetkezendő bemutatónkon kollégáink a KITE által javasolt technológiát fogják bemutatni Önöknek. Vizsgáljuk meg azokat, nézzük meg azt, hogy ilyen szélsőséges körülmények között a KITE kukoricatermesztés technológiája hogyan vizsgázott az idén. Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit a szeptemberi virtuális szántóföldi bemutatón. Nagy László fejlesztőmérnök vagyok. A kukorica tápanyaggazdálkodás és növényvédelmi technológiáról szeretnék beszélni. A 2019-es évben a mögöttem látható kukorica állomány előveteménye a kiváló előveteménynek számító szója volt. A szója betakarítását követően precíziós és zonális mintavételi rendszeren alapuló talajmintavétel történt. A talajmintavételezést követően laborvizsgálatok alapján történt meg az alaptrágya mennyiségének kiszámítása. Az előletemény lekerülése után Rabe Field Bird tárcsás talajművelő eszközzel történt a talajlóhántás, ami gyakorlatilag a szármaradványok talajba dolgozását és a vízmegőrzést szolgálta. Az alaptrágyaként NPKS 8-24-24-9-es komplex műtrágya került kiutatásra a teljes felületre. Az alapművelést John Deere 27-20-as disztripperrel végeztük, melynek célja a talaj lazítása és a téli csapadék befogadása való előkészítése volt.
Fontos megemlíteni, hogy az Iskriper lazító kései 76-os tőt távolságra voltak beállítva. Ez a tavaszi vetés során ezt szolgáltatta a sorok nyomvonalát. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Nagy László fejlesztőmérnök kollégának. A következő technológiai elem, hogyha időrendben haladunk, az az alapművelés. Mi a célja az alapművelésnek, mit várunk el egy jó alapműveléstől, biztosítson komfortzónát a növény gyökérzetének, felvehető állapotba tudjon kerülni a különböző tápanyagok, és egy helyes víz-levegő arányt tudjunk biztosítani. Sojnóczi István kollégámat szólítom, aki a kitelt talajművelési rendszereivel fog bennünket megismertetni. Üdvözlöm a kedves nézőket! Az én feladatom, ahogy előttem is elhangzott, a talajművelés. Hogy kell talajt művelni a kukoricában? A kukorica termesztés színvonalát, a termés mennyiség stabilitását nagyban befolyásolják a termesztési környezet különböző elemei. A talajművelés mind a talaj fizikai, mind a talaj kémiai szerkezetére közvetlenül és közvetett hatással is van. Egyrészt a talaj vízszolgáltató képességét, tápanyagszolgáltató képességét tudjuk befolyásolni, vagy fizikailag a talaj szemcse szerkezetét tudjuk egy jó alapműveléssel befolyásolni. Ezek mind hatása vannak későbbiekben az kialakuló területen lévő termésünkre. A talajművelés során kukoricák esetében arra kell figyelnünk, hogy egy jól átlazult, 30-35 cm mélységű olyan talajszerkezetet hozzunk létre, ahol a kukorica gyökérzete optimálisan érzi magát. Ez egy olyan komfortzóna, amely segítségére van a növény számára abban az időszakban, amikor stresszeket kell átéljen. Mind hőstressz, mind a csapadék hiány esetében ez a jó talajművelési alaptechnológia segítségére lesz aztán a növénynek. Ez az alapművelés különböző módszerekkel valósítható meg. Egyrészt vagy forgatásos, szántásos eljárással tudunk alapművelni a kukorica alá, másik lehetőség a forgatás nélküli technológia. Magam részéről azt javaslom, és vizsgálataink is azt támasztják alá, hogy a forgatás nélküli technológiával hasonló eredményeket tudunk elérni, mint egy forgatásossal, viszont a talaj szerkezetére, a talaj biológiai életére, tápanyagszolgáltatási képességére jobb hatással van a forgatás nélküli technológia. Ennél a rendszernél meg tudunk valósítani teljes felületen végzett technológiát, illetve tudunk pozícionálni, esetleg már csak kifejezetten a növényi sorban végzünk ilyen lazítási eljárást. Ezzel, amellett, hogy biológiailag helyes, jó eljárást végeztünk, a költségeinket is tudjuk mérsékelni. Kukorica termesztésben sok agrotechnikai tényező, ami fontos és érdemes rá figyelni, de a talajművelés egy jó megalapozó eljárás, ami aztán biztosítja a növényeink számára, hogy stressztűrűek legyenek, és olyan termésszintet tudjunk betakarítani, ami egy jó eredményt tud hozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Sojnóczi István, köszönjük szépen! A hatékony talajművelés mindig egy gépkapcsolat kérdése. Egy megfelelően illesztett traktor és munkagép. A következőkben Kolapszki Lajos, marketing menedzser kolléga, az új 8R-es traktorról fog nekünk néhány szót mondani. Üdvözlök mindenkit! Itt állok egy 8R-es, az új szériás 8R-es traktor mellett, ami 280 és 410 lóerő között idejében korlátozottan, a jövő évben teljes gyártási kapacitással elérhető. Ugye, amint látható, új megnevezést kapott a gép, egy 8R340-es ez a modell, ami mellett állunk. A külső dizájnt egy BMW-től átcsábított formatervező szabta meg, azért láthatjuk ezt az új konstrukciót itt mellettem. A főbb egységeket, ami a régi konstrukciókban benne voltak, azt megőrizték, gondolok itt a váltóra, a motorra és egyéb főegységekre, viszont ezeket továbbfejlesztették, ezért ez a gép tömegarányában mindenben hasonlít a régi gépre, tehát a konkurenciához képest egy nagyobb vontatási teljesítményen rendelkezik, ugyanúgy, mint a korábbi szériák. Emellett megerősítették a véglehajtásokat, megerősítették a hátsó fékrendszert, átdolgozták a motorteret és a motor hűtését, ezáltal jobb gépünk lett. A hidraulikus fülkerugózást kiváltotta egy mechanikus továbbfejlesztett verzió, illetve a John Deere traktoroknál egyedi, ismert, ez az aktív ülés, amit ugyanúgy továbbfejlesztettek, ami kifejezetten szántóföldi munkálatokra javasolt, és ez tovább még jobb rugózást biztosít
a benne ülőknek. Komfort funkcióként beraktak egy kamerát, ami egyik itt van elől, a másik pedig hátul a fülke tetején látható. Ha megnézzük, a fülkén csinálták a legtöbb változtatást, ugye látható integrált világításcsomag és egy integrált SF6000-es művelőkészülék van a fülke tetején elhelyezve, ezáltal még pontosabb az automata kormányzásunk. Amint láthatjuk, áthelyezték az ajtónyitó mechanizmust, így könnyen a talajról is elérhető. Nézzünk be egy kicsit a fülkébe, mert ott változtatták a legtöbb egységet. Ha velünk a fülkébe, látható, hogy a kormányoszlop az, ami elsődlegesen megváltoztattak, egy új irányváltókarral. Kapott egy új bőrülést, ami akár masszázs funkcióra is képes, illetve nagyobb elfordulásra is lehetőség van, mint a korábbi verzióknál. Amíg új, átdolgozták a Commander könyöktámaszt, kapott egy új hűtődobozt, illetve ami személyes kedvencem, kapott egy új érintőképernyős rádiót, amely bármilyen okostelefonnal kompatibilis, illetve akár videókamera bemenetet is tudunk rajta nézni, tehát az első vagy a hátsó kamera is képét is képes megjeleníteni, vagy más videóképet. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Kovalovszky Lajos kollégának, és akkor haladjunk tovább. Véleményünk szerint a kukoricatermesztés technológiájának talán legmeghatározóbb eleme a vetés fog következni. Azért tartjuk ezt a legmeghatározóbb elemnek, mert azon kívül, hogy a magot, a vetőmagot a talajba kell juttatnunk, mai korszerű vetőgépen számtalan más egyéb technológiai beavatkozás vagy egyéb inputanyagnak a kijuttatása is megtörténik. És azért is szoktuk ezt mondani, mert a legkörültekintőbb, a legszervezettebb munkavégzést igényli, ugyanis amit a vetéskor elrontunk, azt a továbbiakban az év folyamán pótolni nem tudjuk. Szólítom újra Sojnoszky István technológiai fejlesztési igazgató kollégát, aki a KITE vetés technológiáját fogja önökkel ismertetni. Üdvözlöm a kedves nézőket! Az én feladatom a kukoricavetés bemutatása lesz. Egy speciális John Deere 1755-ös vetőgépről fogok beszélni. De előtte pár gondolatot a kukoricáról, mint növényről. A kukorica az egy egyedi potenciálú növény. Ez azt jelenti, hogy sokkal mérsékeltebb a különböző stressz hatásokkal szembeni tűrőképessége. Az ökológiai külső hatások, az időjárás, csapadék, hőstressz a kukorica kevésbé tudja elviselni. De ugyanilyen érzékenységet mutat az agrotechnikai tényezők iránt, és egy nagyon fontos agrotechnikai tényező a vetés. Méréseink, több éves méréseink bizonyítják azt, hogy ha minden kukoricaszem egyforma mélységbe kerül, egyszer fog kelni, egyszer fog fejlődni, akkor tudjuk csak igazán a valódi termés potenciált kihasználni a kukorica esetében. Ez a vetőgép, ez egy olyan vetőgép, ami képes ennek a folyamatnak a tökéletes véghezvitelére. Miért működik ez egy John Deere esetében? Ezt a John Deere 1755-ös vetőgépet a gyári alap specifikáción túl felszereltük egy Precision Planting képességnövelő csomaggal is. Így sok-sok műveletet tud egy menetben, mérten, precíziós elvek szerint megvalósítani. Úgy, hogy az mind az elvetett magnak, mind később a növénynek jó legyen. Hogy működik a technológia? A vetőgépen, láthatják a kedves nézőink, van egy sávtisztító egység. Ezzel az egységgel azt valósítjuk meg, hogy a vetéssel egymenetben optimális körülményeket teremtünk a vetőmagnak. Egyrészt a felszínről letakarítjuk, eltakarítjuk a száraz talajmaradványokat és szálmaradványokat, illetve van egy hullámos csőosztja a részünk, ami pedig a magát minőségű talajt készíti el. Ez az egységnek az a különlegessége, hogy vezérelt a maga az egység, itt látható ez a pneumatikus egység, ez mértadatok alapján képes a talaj változatosságok figyelembevételével elkészíteni a magágy készítési feladatot. A következő funkciója a vetési funkció, ami kiemelt fontosságú, hiszen egy jó magágyba jó vetés kell végrehajtani. Ez egy elektromos meghajtású vetőgép, itt látható a kukorica vetőtárcsával felszerelt elektromos meghajtó egység. Ebben az esetben nagy sebességgel is 12 km felett is pontosan tudunk vetni, nem duplázunk és nem hagyunk ki. Így a termés veszteséget a legkisebbre tudjuk minimalizálni. A következő fontos egysége ennek a rendszernek a vetőgép alapvetően automatikusan állítja, szabályozza az összes soron a talajnyomás értéket.
Ezt úgy végzi, hogy minden soron egy szenzor segítségével mérjük a talajnyomást, mérjük a talajnak a mienségét, és ez alapján, az adat alapján állítja maga automatikusan a vetőgép az adott optimális talajnyomás értéket. Látható, hogy hidrolikus a rendszer, nagyon gyorsan, a másodperc tölt része alatt megtörténik az a szabályozás, ami szükséges arra, hiszen nem homogén körülmények között dolgozunk, minden táblának vannak különböző részei. A vetés technológia következő fontos része, amit ez a vetőgép jól megvalósít, az, hogy nem engedjük a tőtávot változni bármilyen vetési sebesség esetén sem. Ennek az egysége, ez a maxállító hevedel egység, ez így épül össze, a vetőmagot ez a hevedel egység leveszi a vetőtárcsáról, és a vetőtárcsától a magárokig stabilan, fixen szállítja, megfogja a magot, nem lövi, nem ejti, hanem fogja, és helyezi, beleteszi a magárokba a vetőmagot. Ez is egy nagyon fontos olyan tényező, hiszen a vetési mélységünk nagyon fontos, elmondtam a vetési mélységállítórendszert, ezután a következő fontosság a tőtáv kérdése, ez az egység elég jól megoldja. Azután látható egy mikrográntum egység, ami elektromos meghajtása révén ugyanúgy precíziós rendszerrel, ahol nem kell szólni, ott nem szól, ahol kell szólni, ott szól anyagot. Szépen a magárokba juttatjuk le a talajfertőtlenítő szert. Maga a gép mögött hátul látható ez az egység, ez egy komplex elem, ez többes feladatot lát el. Egyrésztről startertrágyát, folyékony startertrágyát helyez le a magárokba, a vetőmaghoz, ahol az valóban tud majd hasznosulni. Másrésztről látható az, vannak rajta szenzorok, és ezzel az egységgel én mérem a talajnak a nedvességtartalmát a magárok mélységében, mérem a szerves anyagtartalmát, illetve mérem a hőmérsékletét. Ezzel az adattal még pontosabb, még jobb vetést tudok létrehozni a vetőgéppel. A vetőgép mögött látható egy egység még, ami különleges és figyelemre méltó, ez pedig a sávgyomító rendszer. Ezzel a vetőgéppel, amellett, hogy magágyat készítettünk, amellett, hogy jó minőségben elvetjük tényleg tökéletesen a vetőmagot, amellett a vetéssel egy menetben az összes gyomkonkurenciát is ki tudjuk iktatni. Ezzel az egységgel minden sorra külön pozícionálva pre-gyomítószert juttatunk ki. A vetett sor 30 cm széles sávjában tesszük meg ezt a technológiai eljárást, és ebben az esetben azonnal az első perctől kezdve kiiktattuk a termése negatív hatással lévő gyomkonkurenciát is. Maga a vetőgép az egy stabil, erős műszaki felépítésű egység. Az összes vetőgép által mért adat, ami a sok-sok szenzorból származik, az egy központi kompjúterbe kerül, és onnan pedig a vetést végző szakember vagy egy monitoron tudja ezt látni, ezeket az adatokat, és úgy tud változtatni, hogy a szükséges, vagy egy felhő alapú szolgáltatás segítségével egy döntéshozó az irodából tud egy olyan döntést hozni, például, hogyha valami a vetés során úgy tűnik, hogy nem jó, akkor lehet rajta változtatni, és lehet módosítani a legoptimálisabb beállításnak megfelelően magát a technológiának a végrehajtását. Hiszen a vetéssel egy probléma van, hogy egy szezonban, egy kukoricánál például csak egyszer lehet megcsinálni, és ha ezt egyszer rontottuk el, a sajnos meg fogja bosszulni magát, ezért minden részlet oda kell figyelni, és jól kell csinálni ezt a technológiát. István, köszönjük szépen! A Kiteze RT termesztés technológiájában a következő rendkívül fontos elem a megfelelő hibrid kiválasztása. Évtizedek óta folyamatosan teszteljük a piacon felelhető különböző hibrideket, annak érdekében, hogy a lehető legjobb ajánlatot tudjuk partnereink számára adni. Erről a protokollról tart egy hosszabb beszámolót Honti László és dr. Tóth Árpád. Köszönöm a szót. Nagy tisztelettel köszöntöm minden kedves partnerünket a Kite kukorica fajta bemutatója alkalmából. A Kite ajánlatban szereplő fajták és hibridek előzetes adaptációs vizsgálaton vesznek részt. Ezeket a vizsgálatokat az országban több helyen eltérő termesztési feltételek között állítjuk be. A
fajtákat az első lépcsőben egy 4 ismétléses kisparcellás kísérletben teszteljük. A kukorica esetében több mint 10 helyen, és helyenként 40-es fajta számmal. Ezekben a kísérletekben képet kapunk a vizsgált hibridek termőképességéről és alkalmazkodó képességéről. Ezekben a vizsgálatokban új, Magyarországon még nem regisztrált hibridek szerepelnek, néhány fontosabb standard társaságában. Az így kiválasztott hibrideket különböző agrotechnikai megfigyeléseknek vetjük alá. Ezeket kisparcellás és üzemi táblaméretben is vizsgáljuk. Ezek a vizsgálatok igen szertágazóak, növényvédelmi, trágyázási, tőszám, vetésidő, és még sorolhatnám, hányfajta vizsgálatot végzünk. A nagyobb termőterületen, 0,1 hektártól nagyobb termőhelyeken végzett üzemi megfigyeléseink gyakorlatilag 5-10 helyszínen folynak az országban. Az országban egyedülálló módon egy talajművelési kísérletben szerepeltetjük ezeket a megfigyeléseinket. 4 alapművelést különböztetünk meg, forgatásos, lazításos, sávos és biológiai talajművelésbe ültetjük be ezeket a megfigyeléseket és mérjük a különböző adatokat. Így nagyon sok olyan információt nyerünk a hibridekről, amelyekkel jól megismerve viszont tudjuk ajánlani partnereink részére. A harmadik lépcsőben pedig az így kiválasztott és technológiával ellátott hibrideket ajánljuk a partnereink részére, különböző bemutatósorokat állítunk be az ország eltérő pontjain. A kitében nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk a homogén növényállománynak. Miért fontos ez a kérdés? Hát erre a választ a 3 éve beállított vetési vizsgálataink adták meg. Nevezetesen osztályozott és nem osztályozott vetőmagokat vetettünk el John Deere vetőgépekkel az előbb említett különböző talajművelési változatokban az országban 2 helyszínen, Dalmandon és Nádudvaron. Ezeket a vizsgálatokat úgy állítottuk be, hogy néztük az első kikelt növényállományokat, ezeket megjelöltük, és minden nap azonos időszakában megismételtük ezt a megjelölést egészen a hét végéig. Milyen eredményeket kaptunk? Az első és nagyon fontos eredményünk az volt, hogy 48 órán belül, azaz 2 napon belül kikelt állomány sokkal fejlettebb és egyöntetűbb volt. A másik, hogy a osztályozott magok által kikelt növények sokkal egyenletesebbek voltak. A harmadik, hogy ez az előnye a növénynek egészen a betakarításig megmaradt. Igen értékes információkat kaptunk, amikor betakarítottuk ezeket a mintatereket. Néztük a csövek súlyát, méretét. Azt tapasztaltuk, hogy a 48 órán belül kikelt növényállomány által nevelt csövek nagyobbak, súlyosabbak voltak, mint a később kikelt állományok. A másik, hogy a osztályozott vetőmag által kikelt növények sokkal erőteljesebbek és egyenletesebb csöveket fejlesztettek. A kitében a homogén növényállományt úgy próbáljuk meghatározni, hogy azt nevezünk homogén állománynak, amely az első kikelt növénytől számított 48 órán belül, tehát 2 napon belül eléri a kikelt növények a 90%-át. Ehhez számos olyan tényezőt kell azonos és magas szintre hoznunk, mint a talajelőkészítés, a magánykészítés, a vetés, a vetőgép választás, a vetőegységnek a jó beállítása. Ehhez genetikai oldalról is szükség van
egy jó minőségű vetőmag előállítására és annak a vetésére. Erről a tényről kollégám dr. Tóth Árpád fog beszélni, a KITE vetőmagkereskedelmi üzletág előállításokért felelős munkatársa. Köszönöm szépen Honti László kollégámnak a felvezetést, én is köszöntöm kedves partnereinket. Honti László kollégámtól hallottuk, hogy a homogén növényállomány kialakításának az egyik kulcseleme a megfelelő minőségű vetőmag használata. Kukorica vetőmag esetében is, mint hogy a többi növénynél, a minőség fogalma az egy komplex tényező, több tulajdonság, több paraméter együttesét értjük a minőség alatt. Én most három minőségi paraméterrel szeretnék foglalkozni egyenként néhány mondat erejéig. Az első az osztályozottság. A kukoricavetőmag esetében az osztályozottság a kukoricavetőmag szélesség és vastagsága szerinti frakcióra bontását jelenti. A KITE saját kukoricavetőmagjainak esetében azt jelenti a méretezés, hogy a kukoricavetőmag szélesség és vastagság szerinti méret határai között maximum 2-2,5 mm-es távolság lehet. Ezzel így méretileg homogén, jól kivethető vetőmagokat kapunk, és önök biztosak lehetnek abban, hogy a KITE saját előállítású kukorica vetőmagjainak esetében a vetőmagos zsákokban 4 frakcióra bontott vetőmag kerül. Ehhez ragaszkodunk, mint ahogy önök is, hiszen a tradicionális magyar vetőmag minőség ezt megkívánja. A második paraméter, amelyről szeretnék beszélni, ez a csírázóképesség. A hatályos vetőmagrendelet azt tartalmazza, hogy kukoricavetőmag esetében a minimális csírázóképesség az 90%. Mi megvizsgáltuk, hogy a saját előállítású vetőmagjaink évről évre milyen minőségben kerülnek forgalomba, és megállapítottuk, hogy minden évben a forgalombozott kukorica tételeink csirázóképességének átlaga az 97% fölött van. Én ezt nem is részletezném tovább, hiszen ez a magas szám ez önmagáért beszél. A harmadik paraméter, amelyről szót szeretnék ejteni, ez a korteszt-érték. A korteszt-értéken nem találjuk meg a vetőmagrendelet soraiban, viszont nagyon hasznos gyakorlati információkat tartalmaz ugye a felhasználók számára. A korteszt megmutatja, hogy egy kukorica vetőmagtétel az optimálisnál hűvösebb, hidegebb körülmények között milyen módon csirázik és hogyan szerepel. Azt mondhatjuk, hogy ha egy kukoricavetőmagtétel 90%-os korteszt értékkel rendelkezik, akkor már 8 Celsius fokos talajhőmérsékletnél elvethető. A csirázóképességhez hasonlóan megvizsgáltuk, hogy a korteszt értékei milyenek a saját kukoricavetőmagjainknak, és megállapítottuk, hogy évről évre 95% fölötti átlagértéket tudunk produkálni a kukorica vetőmag előállításunk alkalmával. Tehát a forgalomba hozott kukorica vetőmag tételeink korteszt értékének átlaga 95% fölötti minden vizsgált évben. Ezzel úgy gondoljuk, hogy vetőmagjaink korteszt értéke igen kiváló, és hideg tűrésük ezeknek a vetőmagoknak megfelelő. A minőségi paraméterek után én az idő rövidsége miatt a KITE kukorica portfóliójából egyetlen egy hibridet emelnék ki. Ez nem más, mint a 2021-es év újdonsága, a Merida. A Merida, vagy SC3058-as kódjellel található meg a vizsgálatainkban, egy 370-es, 390-es faószámmal jellemezhető szemes kukorica. Termés potenciáját természetesen vizsgáltuk a Honti László kollégám által említett rendszerben. Megállapítottuk, hogy egy nagyon hasznos asszimilációs élettartalmal rendelkezik a hibrid, és ezt annak köszönheti, hogy a cső fölötti levelek száma akár 5-6 darab is lehet a száron. Ezt a kimagasló termés potenciált nevesítjük is természetesen, egy 16-17 tonna körüli termés átlagot tud elérni a hibrid. Ezt 2019-ben Dalmandon be is bizonyította, ahol 16,2 tonna per hektáros termés átlagot ért el. Emellett a magas termés átlag mellett a hibridről el kell mondani, hogy igen jó általános betegség ellenálló képességgel rendelkezik, egy rendkívül rugalmas, ugyanakkor erős szárral. Vetését egy 68-72 ezres tőszámmal ajánljuk, és
Ezzel én megköszönném a Önök figyelmét, és 2021-re egy sikeres gazdálkodási évet kívánok Önöknek. Keressék 2021-ben is kitűnő hibridjeink, kitűnő minőségű vetőmagját, köztük a Meridát. Köszönöm szépen, és a szó a stúdióé. Megköszönjük kollégáinknak ezt a tartalmas kis beszámolót, és akkor haladjunk tovább. A következő technológiai elem az a növényvédelem, a kukorica növényvédelme. Az elmúlt évek uniós jogszabály változásai azt eredményezik, hogy egyre kevesebb hatóanyaggal kell megoldanunk a kukorica növényvédelmét, tehát egy nagyon stabil technológiára van szükségünk. Nézzük meg, hogy a KITE kukorica növényvédelmi technológiája az milyen termékekből áll össze. Újra szeretném szólítani Nagy László fejlesztőmérnök kollégát. Köszönöm a szót. A kukorica növényvédelméről fogok egy pár szót mondani. Az idei év, különösen az idei tavasz bővelkedett időjárási szélsőségekben, melyekkel szemben csak egy jól átgondolt technológiával lehetett a kukoricát sikeresen termeszteni. A kukorica magágykészítését Rábestún Fogel magágykészítő géppel végeztük. A kukorica vetését John Deere szemenkét vető géppel 75 ezer tővel végeztük. A vetéssel egy menetben KITE Liquid MP és Bactofil A10 baktérium készítmény került kijuttatásra, a gyors és egyenletes kerés elősegítése véget. A kukorica három leveles állapotában történt a gyomírtás szúrkontroll csomaggal. A szúrkontroll csomag már egy jó kipróbált, megbízható, ilyen szélsőséges időjárási körülmények között is kiváló hatást biztosító kombináció, mely az egy- és kétszikű gyomnövények ellen kiváló hatást biztosított. Az idei száraz tavaszon a területeken megjelenhettek az acatfoltok, melyek ellen a szúrkontroll csomaghoz magellánt rakva megfelelő hatást tudtunk elérni. A kukorica 7-9 leveles állapotában sorközműveléssel egy menetbe juttattuk ki a nitrogént, a növény igényének megfelelően, folyékony nitrogén formájában, UAN 300 liter per hektár dózisban, endlock hozzáadásával, melyel a nitrogén veszteséget tudtuk kiküszöbölni. A későbbiekben a kukorica növényvédelmét a rovarkártevők elleni védekezésre összpontosítottuk. A kukorica bogárkártétel az idei nyár elejé csapadékos időnek köszönhetően nem jelentkezett oly mértékben, mivel a kukorica elég dinamikusan fejlődött, ezért a megdőlést, kukorica bogár lárva okozta megdőlést, és ritkán találkoztunk. Az imágók itt Nádudvar környékén július elején jelentek meg, de mivel a kukorica megtermékenyülése már zömében megtörtént, mikor a lárvák vagy az imágók nagy mértékben megjelentek, ezért védekezni nem kell telne. A kukorica mai első nemzedéke június végén, július elején jelent meg. Az első lárvák július első hetében rágták be magukat a szárba. Az idei évnek az a tanúsága egyrészt, hogy nagy mennyiségű volt a első nemzedék kártétele, ami nem csak szár, hanem csőkártételben is jelentkezett. Ezért az elkövetkezendőkben az első nemzedékkel is számolnunk kell, célszerű ellene védekezni. A gyapottok bagolylepke első nemzedéke a kukorica moly első nemzedékével június végén együtt rajzott, a második nemzedéke pedig július végén kezdte a rajzását, augusztus elejére befejeződött, és a tömeges lárvakelés augusztus első dekádjára volt tehető. A gyapottok bagolylepke ellen csak adott esetben kellett védekezni, jelen táblán nem, mivel hogy jelentős fertőzés nem történt. A kukorica mai második nemzedéke augusztus közepén rajzott, egészen augusztus második dekádjáig elhúzódó rajzást figyelhettünk meg, éppen ezért nehéz volt állni a védekezést. A védekezést koragennel végeztük, de célszerű volt kiegészíteni Ninja Zeonnal az imágók gyérítése szempontjából. A kukorica, a bogár kukorica és a gyapottok bagoly lepke kártétel nyomán több helyen is megjelent a csővégi fuzariózis, ami a termény minőségében okozhat kárt. Köszönöm figyelmüket, visszaadom a szót. Nagy László, köszönjük szépen!
És mint ahogy kedves nézőink láthatják, közben változott a személyzet itt a stúdióban. Hadd mutassam be Mészáros Gábort, az Innovációs Főigazgatóság egyik fejlesztési vezetőjét. A 2020-as évben, az év elejével elindítottuk a PGR programunkat, a precíziós gazdálkodási rendszert. Ennek keretében az elmúlt időszakban 16 applikációt mutattunk be, melyek mindegyike azt szolgálja, hogyan tudjuk a digitalizált mezőgazdaságot kiszolgálni, hogyan tudjuk rendszerbe szervezni. Ezekről az applikációkról és a rendszerfejlesztés kérdéseiről fog nekünk Gábor egy előadást tartani. Gábor, én át is adnám neked a terepet. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is ugye mindenkit, és ahogy a felvezetőben hallottott, ugye Prezzón alkalmazások. Egy kicsit szeretném önöket a digitális világban, a digitális térben elkalauzolni, hogy amiről beszéltek a kollégán kint a Szántóföldön, ez hogyan jelenik meg egy digitális térben, a Prezzón alkalmazásokban. Itt mögöttem, mi látszik ezen az interaktív táblán, ugye pgr.portál, ebben kell ugye belelépnünk, és itt van, én már ugye be is léptem, mindenkinek van egy felhasználó neve, jelszava, és belépünk a Prezzón ugye alkalmazásokban, és amiről ugye szó volt, ugye 16 ugye alkalmazásnak a fejlesztését indítottuk el ugye az elmúlt ugye években, tavasszal elindult egy tesztelési folyamat, ugye több mint ugye 600 termelőt vontunk be ebbe a programba. Nyilván sok tapasztalatot szereztünk, ennek függvényében újabb és újabb alkalmazásokat indítottunk el ezeknek a fejlesztését, és augusztus 31-ével ez a teszteléses időszak ugye lejárt, és az ősz folyamán átváltunk éles üzemmódban, gyakorlatilag a programban ugye résztvevő ugye kollégák ugye tudják használni ezeket az alkalmazásokat. És akkor egy kicsit ugye nézzünk be, hogyan működik. Ugye nagyon sok ugye adat ugye keletkezik ma már a mezőgazdasági termelés során. Legyen ez szó a gépekről, erőgépekről, munkagépekről, legyen ez szó a műholdas felvételekről, drónfelvételekről, talajvizsgálatokról, meteorológiai adatokról, amelyek mind-mind ugye tudják támogatni a technológia tervezését és a technológia ugye nyomonkövetését. Amiben ugye elkezdtük a fejlesztést, de gyakorlatilag ugye My John Deere ugye portál, és ugye be is lépek ebbe ugye a portálba, ez a John Deere-nak a rendszere, amely elsősorban ugye a gépeknek a működését, a gépekből származó információkat, és hát nagyon fontos, hogy mi történt a táblán, hogy az a technológia, amit én gondosan megterveztem, és menet közben esetleg ugye módosítanom, vagy változtatnom kellett, az hogyan valósult meg, be is léptem itt a felhasználói nevemmel. Itt vannak a táblakontúrok, ahol elhelyezkednek, ahol a technológia végig van követve. Ezek különböző ugye színekkel lehet látni, melyik volt már betakarítva, melyik volt elvetve, a műveletek hogyan történnek, és ugye itt a kis ikonokban ugye látom azt is, hogy éppen mi történik. Itt a helyszínen látszik, hogy kint van a John Deere kombány, éppen ugye történik a ugye betakarítás. Egyszerűen, ha rákattintok a táblára, és bemegyek a mezőelemzőbe, ugye már azonnal jönnek az adatok, és gyakorlatilag az az adatból azonnal információ lesz, és ez a ugye nagyon fontos kérdés. Látszik itt egy időcsúszkán, folyamatosan ugye nyomon tudjuk követni, hogy mikor, mi történik az adott ugye táblán, milyen agrotechnológiai beavatkozást, és az hogyan valósítottuk meg. Nyilván ugye nem csak a gépekből származó információkat ugye szeretnénk a mindennapjaiban felhasználni, gyorsan ugye visszalépek az alkalmazásokban, és kicsit, ugye röviden egy pár szóban hagy mutassam be. Hát a nagyon fontos, és nagyon sok szó esett róla, ugye gyakorlatilag a szélsőségekről, az időjárási körülmények között. Látszik, országos ugye meteorológiai hálózattal rendelkezünk, ugye az OVF-el egy adatcserét hajtunk vissza egy stratégiai megállapodásban, és látszik is itt a táblán, hogy gyakorlatilag az egész országban ugye szélszóra meteorológiai állomásokkal rendelkezünk. Ezt tudjuk ugye használni ebben a ugye rendszerben, vagy keresővel, vagy egyszerűen ugye rákattintok erre a kis ikonra, és már jönnek is fölfele ugye az adatok ebből az adatokból. Rákattintok, ugye historikus adatok, gyakorlatilag azonnal egy grafikonon lehet látni, milyen volt a hőmérséklet, páratartalom, csapadék, összehasonlításokat tudok végezni, gyakorlatilag ugye nyomon tudom követni, hogy mi is történt a táblámon. Esetleg itt a növényvédelemnek a fontosságáról is beszéltek a kollégák, hogy igen, milyen körülmények között, ugye milyen növényvédelmi ugye beavatkozást ugye tudjak végrehajtani.
És ha meteorológiáról beszéltünk is, növényvédelemről, akkor gyorsan át is váltanánk egy új applikációnkra, egy megoldásunkra, a növényvédelmi előrejelzésünkre. Folyamatosan küldjük a kollégáknak a növényvédelmi előrejelzést, be is kattintottam, azonnal ugye látom, hogy a főbb szántóföldi növényeknél itt vannak a károsítók, és hogyha most egy kicsit aktualitást akarok nézni, nyilván a kukoricában ilyenkor már nincs teendünk, de a repcében van, repce bolhába kiírtuk a figyelmeztetést, ha rákattintok, azonnal vizuálisan is fogom látni, hogy igen, ezzel a károsítóval állok szemben, beazonosítottam ezt a, ugye, károsítót, azonnal ugye, látom azt, hogy milyen növényvédőszerrel ugye, kellene védekeznem, de mielőtt növényvédőszert választok, az érdemes, aki nem tudja, hogy mi ez a károsító, átdob a tudásbázisban, a 45 év tapasztalatát ugye, ebbe a tudásbázisban hoztuk létre, gyorsan elolvasom, hogy erről a károsítóról mit kell tudnom, és azonnal ugye már választhatok is ugye egy terméket ebben a ugye rendszerben. De a tudásbázisról fogok még beszélni. Egy külön applikációban jelenik meg, aminek többféle jogosultsági rendszere van. Vannak nyilvánosan elérhetők, és vannak regisztrációhoz kötött. Több mint 400 anyagot töltöttünk már föl. Ez legyen agrotechnológiáról, műszaki megoldásokról, informatikai hátteréről, de kezelési utasítások, komplett technológiák vannak ide föltöltve, és hogyha most kukorica bemutatón vagyunk, akkor igen, egy komplett kukorica technológiát is ugye el tudok ebben a rendszerben akár olvasni. Ugye van benne ugye keresőrendszer, mint mondtam, 464 darab ugye dokumentum van jelen pillanatban föltöltve, de naponta ugye töltik föl a kollégák ezeket a megoldásokat. Nyilván itt a bemutató után is a legújabb előadásokat ugye föl fogjuk ebbe a rendszerbe ugye tölteni. A virtuális ugye határszemlének egyik nagyon fontos eleme, hogy felülről is ugye lássuk a ugye növényeket. Ugye a műholdas megfigyelő ugye rendszereknek alakítottunk ki. Gyakorlatilag három applikáció is fejlesztettünk a virtuális határszemlében a műholdas megfigyelésre. Ugye a Prezzat, Prezzat Pro, Prezzat Extra, nyilván tudásában ugye változik. Ugye a legújabb ugye fejlesztésünk, és ez már a tavaszi ugye tesztidőszaknak a tapasztalata alapján egy egyszerűbb, könnyebben átlátható rendszert alakítottunk ki. Gyakorlatilag itt vannak a táblakontúrok, egyszerűen rákattintok a táblára, kiválasztom a táblámat, Lancet vagy Sentinel felvételt akarok megnézni, választok egy időpontot, egy dátumot, és már ugye mindjárt el is ugye kezdi ugye generálni a műhold felvételeket. Gyakorlatilag egy Sentinel felvétel 2-3 naponta ugye visszatér, ha nem felhős a felvételünk, akkor ugye tudjuk használni, össze tudjuk ezeket a változásokat hasonlítani, és ugye mindjárt ugye döntéseket ugye tudunk ugye hozni. De ugye nem csak az agronómiai oldalról ugye próbáltuk ezeket ugye megközelíteni, hanem támogatni a gépbeállításokat, és erről még a végén ugye nagyon röviden az egyik a kalkulátorok applikációnk, ahol a helyes ugye pulcssúlyozást tudjuk beállítani, a vetőgép kalkulátor, milyen beállításokkal menjünk, milyen mikrogranulátum beállításokkal, és hát a legújabb ugye technológia elem ugye folyékony ugye rendszerek, a folyadékoknak kijutatására, erre hoztuk létre ugye a Kitadget, ugye a tartályrendszernek egy kalkulátorát. És ugye végezetül, és lehetne kezdeni az elejével, ugye az RTK ugye megoldásunk, az RTK ugye asszisztant, ugye 2 cm-es ugye jelet szolgáltatunk a partnerünknek, több mint 2200 ugye partnerünk csatlakozott ehhez a rendszerhez, erre ezt egy digitális ugye megoldással ugye hoztuk létre. Gyakorlatilag ugye itt vannak a táblakontúrok, ugye a bázisállomások, és egyszerűen ugye ki tudom választani azt, hogy még beállítással ugye tudom a legjobb ugye megoldást megvalósítani. Itt azonnal ugye látszik a felvételen, hogy melyik csatorna állítsam azt, hogy igen, 100%-ban ezt a 2 cm-es ugye pontosságot létre tudjam hozni. Ugye számtalan ugye megoldással fogunk még ebben az évben jönni, saját ugye tápanyagutánpótlási szoftvert fogunk az ősszel a rendelkezésre bocsájtani, de megjelennek folyamatosan a mobil applikációk is, hisz a mai világban én úgy gondolom, hogy a mobilon való ugye kommunikáció ugye elsődleges,
Én is a végezetül én ugye arra biztatnék ugye mindenkit, hogy látogassan a pgr.hu ugye portálunkra, ott számos információt kapnak erről a rendszerről, vagy keressék ugye a kollégáinkat, és ők sokan fognak segíteni az alkalmazásoknak a beélesítésében. Köszönöm szépen! Hát Gábor úgy gondolom, hogy elég hatékonyan próbálta kihasználni ezt a rendelkezésre álló pár percet, de ahogy ő is mondta, ez egy nagyon összetett rendszer, rengeteg információ található benne, a digitalizáció azért az elmúlt időszakban kiderült, az agrárvilágnak a mindennapjai közé tartozik, a mindennapjaivá vált. Rengeteg információ van fent, rengeteg hasznos alkalmazás, és hát én is csak bátorítani tudom önöket, menjenek fel, nyugodtan nézzék végig ezt a weboldalt, és ha kérdésük van, keressék kollégáinkat. Bemutatónknak lassan a vége felé kezdünk érni. Én most megkérném Szabó Levente vezérigazgató urat, hogy a kapcsolódó gondolatait ossza meg velünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves partnereink! Szeretettel köszöntöm Önöket őszi virtuális szántóföldi bemutatónk alkalmából. Nos, azt kell mondjam, hogy a magyar mezőgazdaság azon belül is a szántóföldi növénytermesztés, annak ellenére, hogy milyen időjárási viszonyok voltak, és milyen negatív gazdasági hatásai, turbulens hatásai voltak a Covid-nak, jól teljesített. Jól teljesített, és jók a kilátások, akár csak a kukorica hozamokra gondolunk, vagy arra gondolunk, hogy milyen felfokozott terménypiaci hangulat van, és emiatt valóban kitartott jó ára van a kukoricának. Úgy gondolom, hogy nem csak az idei évet, de a jövő évet is meg lehet alapozni a szántóföldi növénytermesztésben. Mind gazdasági, mind pedig technológiai szemléletből kiindulva, ugyancsak meg kell fogalmaznunk, hogy a technológia betartása, az odafigyelés, és nem csak a növényekkel való bánásmód, és nem csak a technológiai végrehajtásban való sikeres közreműködése a kitének, hanem az ehhez nyújtott szaktanácsadás, vagy éppenséggel a vevőink kiszolgálása továbbra is fontos, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb a KIT ZRT számára. Állunk az Önök rendelkezésére, továbbra is Önök mellett, a magyar mezőgazdaság mellett, a magyar mezőgazdaságért létezünk, vagyunk, dolgozunk, és valamennyi kollégám nevében elmondhatom, hogy a jövő elkezdődött, és együtt építjük Önökkel ezt a jövőt. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük vezérigazgató úr biztató gondolatait! Műsorunk megtekinthető a KIT ZRT weboldalán, Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján, valamint az Agroinform weboldalán, Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A mai szántóföldi bemutatónk ezzel véget ért. Találkozunk holnap a szója és a cirok bemutatón. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt. Viszontlátásra!